Eleged van abból, hogy nem tudsz kaktuszt egymás mellé építeni? Eleged van abból, hogy nem találsz magyar videót arról, hogy hogyan építs kaktuszházat a Minecraftban? Eleged van abból, hogy nem tudsz a levegőbe építeni kaktuszt? Akkor nem kell tovább szomorkodnod, mert megvan rá a megoldás. Egy kaktuszház falakkal, kaktuszfalakkal, kaktusz tetővel, és még egy berendezett belsővel, benti bútorokkal, és nagyon jó dekorációkkal, és ne is húzzuk tovább a szót, hanem kezdjük is el akkor a videót. Na szevasztok és sziasztok, én Salátka2000 vagyok, és üdvözlök titeket a csatornámon, és üdvözlök titeket a Minecraftban. Máma egy kaktuszházat fogunk építeni a Minecraftban. Igen, jól hallottad, egy kaktuszházat. A házhoz kell kaktusz, flowerpot, zendstone slab és zend. A benti berendezéshez kellni fog ágy, és hát zöld ágy, mert az jobban passzol ugye a kaktuszhoz. Egy láda, egy zenstone, fákja, item frame, ugye persze kaktusz, megint piros szőnyeg, fehér szőnyeg, kék szőnyeg, zöld szőnyeg, crafting table és kemence. Na de akkor kezdjük is el. Szóval egy 13x13-as terület lesz, mégpedig hogy 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. 13, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, és akkor most négyzetet csinálunk. Na és hogyha ezzel megvagyunk, akkor ez így, hát ez így néz ki. És akkor most így ide a belsejébe, így ez a kettő közé, így rakunk úgy szintén mindig így egyet. Na, és hogyha ezzel megvolnánk, akkor ezeket még rakunk rá hármat, egy KH és egy KH, de erre tudok egy trükköt, hogy ezt hogy kell gyorsan építeni, hogy így itt tudjátok gyorsan építeni. Ja. Na, és akkor, hogyha ezzel megvagytok, akkor lemegy a nap. Amúgy nem megy akkor le a nap, csak hát most nálam lement a nap, de most újra feljön. És akkor, hogyha ezzel megvagytok, akkor ide belsejébe, itt ezt így celli rakjátok így, és akkor így, ja, ide majd belejön kaktusz, ígyni. De egyenlőre csak ezzel így rakjuk végig. És akkor most csináljuk meg a belsejét is. Na és akkor most rakjunk bele kaktuszt. És ha ezzel megvagyunk, akkor ugye most jön a tető. Ugye én már láttam egy YouTube-ost, aki ugyanúgy épített egy kaktuszházat, és az így ilyen levélből, szóval ilyen lombokból oldta meg, hogy ezt így, ja, a tetőt, de mi azt kaktuszból fogjuk építeni. És mégpedig, hát, akkor először is választhatok ki egy bejáratot így középen. Mindegy, hogy melyik
Ja, hogy mindegy, hogy hol van az. De, ja. Így. Szóval valamelyik oldalon, így választhatok ki egy bejáratot. És hát akkor meg is csináljuk a tetőt. Na. Várjunk csak, az hogy is volt, szóval kellni fog ugye ez. Ja, szóval először is akkor ezeket így meg kell nagyobbítani, ugye, mert hát szép tetőt akarunk mi, ugye nem lapos tető lesz, hanem olyan, ami így növekedik. Pontosan. Szóval akkor ezt így gyors megcsinálom. Na, és akkor, hogyha ez ilyen magasságban van, akkor szerintem már kb. El tudjátok képzelni, hogy fog kinézni a házunk. Viszont akkor most a tetőt hogy is akarjuk most megcsinálni? Na, azt most mindjárt meg is mutatom. Szóval akkor így raktok 4 homokot. Nehéz ezt megcsinálni, nem tudom, hogy nekem sikerül-e. Na, sikerült. És akkor azt így gyors kicserélitek egy ilyenre. És akkor ide ugye ráraktok kaktuszt, és akkor olyan magasságot csináljátok, amilyen magasságban annak kell lennie, de amúgy előbb ezeket be kéne így közéjük rakni. Úgyhogy akkor azt is gyors megcsinálom. Na, szerintem meg is vagyok, hát akkor meg is csináljuk akkor a tetőt. Hát ugye meg tudnám most csinálni, hogy a aljától csinálom meg, de hát akkor alá nem tudunk ugye bemenni, de mi ugye be akarunk alá menni. Szóval akkor meg kell csinálni ugyanúgy a sarkok. A sarkok azok nehezek, azokat mindig így kell csinálni. Oké. Na. Szóval így gyors ki kell cserélnetek. Nekem sem úgy mindig sikerül, de most 2-szer szerencsém volt. Látjátok, például ez is elő szokott fordulni. Látjátok, ezt mondtam. Ilyenkor annyi az egész, hogy megpróbálod még egyszer, és akkor remélhetőleg többsége. Na. Na, végre sikerült. És akkor még ennél a saroknál is. De vigyázzatok, hogy ide ne rakjatok blokkot, mert akkor ez az egész ledől. De ezek mellé szabad blokkot rakni. Így. És akkor így meg is vagyunk. Hát, és akkor ugye rakjuk rá a kaktuszokat. És ide is jön, és akkor ez így van. És akkor most jön ugye a belseje. Akkor azt így kell megcsinálni, vagy jó, mit csinálok, novája. És akkor most kellett utoljára megcsinálni ezt, mert most akkor már ezt most így akkor kör, szóval itt befegyétek itt be. Na és akkor, hogyha ez itt így megvan, ugye ide ne rakjatok, mert ugye akkor ezek itt lebomlanak. Vagyis hát ezek ugye nem, ezekre még kell rakni ugye, szóval ugye ide egyet, szóval ezt már óvatosan tényleg nehogy félre rakjátok, mert akkor lebomlik, hát nem az egész, csak hát az a egy kaktusz, hát ide szabad félre rakni, de hát én most félre raktam, de hát oda szabad félre. És hogy a sarkot miért kellett külön, mert hát ugye itt nem tudod úgy lerakni a sarkot, hogy ez vagy ez ne rombolódjon le, és azért kellett azt külön csinálni. Akkor még ide, és még ide. Várjál csak, ez hogy volt? Még ide. Na várjunk csak,
ezt így csináltam. Mert én egyszer már megépítettem ezt a házat videón kívül. Szerintem akkor ja, ez így volt, és akkor ez ugye felmegy csúcsig. Vagy ide is még rakjak? Nem is tudom. Nem is tudom. Ja, akkor ez így lesz. Ja, de hát akkor még már lehetne az aján. Vagy ja nem, mert valahogy be kell jönni. Ja, és amúgy ennek a háznak nincsen ajtó, szóval ez csak így ilyen bejárat lesz. Igen. És hát 2,5 blokk magas, szóval bevered a fejed, de hát építhetitek magasabbra is, hogyha akarjátok. De akkor most ezekre... Várj, itt még kihagytam. Oké. Okay. Ez eddig így néz ki. Hát, ez eddig szerintem egész jó, és akkor most ezekre, amiket ide raktunk, ilyen fél blokkokat, ezekre most akkor rakjunk homokot. Na, ezzel meg is vagyunk, és amúgy, hogyha kérdeznétek, hogy melyik verzióban építem, ezt az 1.15.2, szóval a legújabb teljes verzióban, és hát azért ezt így oldom meg, mert ugye későbbi verziókban, vagyis régebbi verziókban ugye lehet lebegtetni a homokot, de hát ugye azt már patchelték, és hát ezért kell ezt alárakni. Szóval azért, hogy így a 1.15/2-ben is, hogy meg lehessen építeni, ezért ezt így építem. És nem átmentem egy régi verzióba. Na, viszont akkor ez így van. És hát akkor így, ja. Szóval szerintem akkor csináljuk is, ugye, meg, akkor előbb így a... Na várjunk csak, ezt hogy kéne csinálni, úgyhogy ne zavarodjunk össze. Na, előbb bemegyek. És... Akkor előbb megcsinálom itt... Ígyni. És akkor ezt így ugye mindegyiknél így egyszer, így. Na, ezzel meg is vagyunk. Amúgy azt vettem észre, hogy amúgy ennek így alul nincsen textúrája, szóval így átlátsz, hogy mi van ott felette. Átlátsz rajta, hogyha alulról nézed, de hogyha felül nézed, akkor itt van benne a földszoba. Egy kicsit bors. De akkor csináljuk is tovább, ugye akkor ezt fel kell ugye olyan magasságba vinni, amilyen magasra ezt akarod, és akkor belerakod a kaktuszt. Ja, várjak meg a kaktuszokat is akkor így közbe. És akkor, hogyha ez a sor megvan, akkor utána ezt akkor csináljátok meg mindenhol. Na, és akkor meg is lennénk a háznak a késeivel. Hát, mondja meg mindenki a saját véleményét, hát nekem tetszik.
Hát és végül is rakhatsz ide egy ajtót, de hát... Hát sokat az nem segít. De várj, akkor berakok ide egy ajtót, akkor várj, olyat kéne, hogy... Na, mindegy, jó lesz az. Jó lesz most csak itt egy ajtó. Az alapajtó itt van. Hát szerintem nem néz ki olyan jól, szóval ezt ki is ütöm, de hát ti rakhattok oda. És hát akkor jön a berendezés. Hát akkor ezeket rakjuk is el innen, és hát akkor jöjjenek ezek. Na, ezeket ki is vettem. És hát akkor ugye, és leges, hogyha bejössz ide szépen, akkor ugye kell egy ágykó, azt ide le is rakod. Szépen akkor ide egy láda és ide egy láda, de hát nem muszáj úgy ugyanígy csinálni, hogy én csinálom, ez csak egy tipp, és akkor ezt így kettő blokkot adod rá egy pákját. És ó, ez kelleni fog ide rá ezt, és hát itt rakunk bele persze kaktuszt, és akkor ide még item framed, úgy, és úgy, na is ebből mit rakunk, na hát persze egy kaktuszt, mi mást, úgy né, és akkor ugye bejössz szépen ide, akkor ezt így szépen ilyen szőnyeg vezet az ágyhoz, szépen meg így fehérre, így szép, nem így. Júj. Így gyönyörű, és akkor most jön a többi cucc. Ugye a ezek. Na. Így ni. És akkor a kéket megfogod, ide rakod, és akkor úgy, mint ahogy csináltuk a kaktuszokkal is, így felváltva így ni, és akkor a zöldet pedig így be közé, akkor ennél is ugyanúgy, hogy így szimmetrikus legyen, azért most ennél kezdes, tehát úgy csináljátok, ahogy akarjátok, és akkor ez így. Na srácok, vágás közben vettem észre, hogy ezt így teljesen rosszul csináltam, mert hogy itt nem is volt az a szimmetrika, mert ezt egyel arrébb raktam, ezt nem ide kell rakni, hanem ide. És akkor úgy kell ezt így csinálni, ahogy ugye már mutattam ugye, de azért még itt gyors megcsinálom. És akkor így néz ki az eredeti ház, hogyha úgy akarjátok csinálni, mint én, de hát ugye nem muszáj úgy szimmetrikásan csinálni, mint én, de szóval amúgy így kéne kinéznie. Igen. És akkor, hogy ezeket pedig akkor ide, kettő crafting table, ha én nem bírtad ki, vagy nem bírtad volna ki, hogy ennyi ideig, hogy ne es le egybe. Na mindegy, azt én még megmutatom, úgyis most van tetsző a fejünk felett, na igen, és akkor ide rakjuk tovább le a kettő crafting table-t, és akkor ide jön a kettő kemence, meg ide kettő kemence, és hát akkor van szerintem minden, amire szükségünk van egy alapházban, szóval akkor hát akkor kész is vagyunk. Na és hogyha akartok építeni valamilyen emeletet, vagy valamihez csak így valahogy fel akartok jutni, és azt is kaktuszból akarjátok csinálni, akkor tudtok csinálni egy ilyen kaktusz lépcsőt is, mint ahogy látjátok. És hát ezen ténylegesen fel is lehet menni, ezt most be is mutatom, látjátok, de ez survivalben eléggé fájdalmas lehet. Akkor ez lenne a ház, na de hát akkor ennyi lett volna. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel, és hogyha nem akarsz lemaradni újabb tartalmakról, akkor nyomd meg a csengőt. Úgyhogy akkor viszlát és hello!